Szent Lecke, Szent Jakab leveléből. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt állítja, hogy van hite, belőle fakadó tettei azonban nincsenek? Üdvözítheti a hite? Ha valamelyik testvérnek nem volna ruhája, és nem volna meg a mindennapi tápláléka, és egyiktek így szólna hozzá, menj békében, melegedj és lakjál jól, de nem adnátok meg neki, amire testének szüksége van, mit használna? Ugyanígy a hit is. Ha tettek nem származnak belőle, magában holt dolog. Azt is mondhatja valaki, neked hited van, nekem meg tetteim. Ha tettek nélkül megmutatod nekem hitedet, tetteim alapján én is bebizonyítom neked hitemet. Ez az Isten igéje. Nagyon érdekes és nagyon izgalmas szentírási szakaszokat válogatott össze a szent redaktőr az évközi idő 24. vasárnapjára. Akár a Jakab levél, akár Szent Márk evangéliumának vonatkozó perikópája tulajdonképpen ugyanazt a kérdést feszegeti, alkalomattán, bár döbbenetesen alapvetésnek számító, természetes adottságként elkönyvelt dolgot, de ha megkapargatjuk, ha megkérdőjelezzük, ha mélyére akarunk nézni, akkor egy kicsit kellemetlennek számító témát, nevezetesen a hitünk ajándékát, alkalmasint a hitünk problematikáját járják mindketten körül. Míg a Márki perikópában kicsit diplomata módon történik ez, hiszen Jézus bár átételesen, de a tanítványok hitére kérdez rá akkor, amikor azt kérdezi tőlük, hogy mégis daloljatok. Kinek tartanak engem az emberek? És ők megvallják, hogy a messiásnak. És mindez eddig rendben is van. A probléma akkor kezdődik, amikor nem az évszázados elvárásoknak megfelelő messiás képről beszél Jézus. Amikor arról beszél, hogy rendben, én vagyok a messiás, de azt tudd, hogy ezt a messiást elfogják, arculütik, leköbdösik, megalázzák, megkínozzák, keresztre feszítik. Csak hogy legyünk tisztában a messiás fogalmához kapcsolódó messiási kötelességekkel és feladatokkal is. És Péter azonnal felhorkad, és Jézus kénytelen rendre utasítani, egymással szembeállítva az emberi elvárásokat az Isten gondolkodásával. És a Jakab levél valahol ugyanitt tapogat, amikor a hit és a tettek viszonyáról beszél. Amikor azt hangsúlyozza Jakab, hogy nyilván a hitünk, mint ajándék, az nem tőlünk függ. Ezt kapjuk. Ez az Isten érdeme. Ellenben, hogy mihez kezdünk vele? Hogy ez a hit tud-e nőni, növekedni? Tud-e szárba szökkenni? Ki tud-e teljesedni? Ez a hit el tud-e jutni a saját érettségére? Ez a hit tud-e bizonyítékokat felmutatni? Tud-e tettekbe átszivárogni? Tud-e elsődleges motivációvá válni? Az viszont már rajtunk múlik. Az a mi felelősségünk. Szinte cinikus hangot üt meg Jakab, amikor azt a döbbenetesen köznapi és rendkívül húsba vágó példát hozza fel, ami az éhező és hajléktalanról szól. Csak a Szentírás olyan szépen fogalmaz, amikor azt mondja, hogy ha valamelyik testvérednek nem volna ruhája, és nem volna meg a mindennapi tápláléka. Manapság ezt így hívjuk, hogy az éhező hajléktalan. Vajon azzal sokra megyünk-e, ha azt mondjuk neki, testvérem,
menj békében, és melegedj meg, lakjál jól. De nem adjuk meg, amire szüksége van. Nem látjuk a szükségleteit, tulajdonképpen elvont fogalomként kezeljük a problémáit, akkor vajon hasznára válunk-e? Én azt hiszem, hogy nagyon gyakran ütközünk a saját hitünk kapcsán, ha falakba nem is, de küszöbbe igen. Nevezetesen a templom küszöbébe. Annyira szeretünk, arccal egy irányba ülve, bölcsen bólogatva, alkalmasint meghatódva nézelődni. Tulajdonképpen akár még vesszük is, amit esetleg mondanak nekünk, és hagyjuk, hogy átfolyjon rajtunk. Ezzel együtt a kegyelem is. Az egész próbája annál a bizonyos küszöbnél dől el. Hogy amikor innen kifelé megyünk, két ilyen arccal egy irányban üldögélés között hogyan is telik az életünk? Hogy abban az egy hétben abból, amit itt a lelkünkre kötnek. Ó, nem a pap, nem az egyház. Krisztus az, aki felzaklat minket. Az élő és eleven ige az, aki mindig feladatot ad. Ne felejtsd el, hogy a kiválasztottságodhoz, a meghívottságodhoz, ha úgy tetszik, a státuszodhoz, mindig feladat kapcsolódik, ha úgy tetszik, mindig kötelesség. Hogy vajon ezt megéljük-e? Hogy ezek a feladatok a tetteinkben nyilvánvalókká válnak-e? Hogy elbólogatunk-e mély együttérzéssel az emberi nyomorúságok mellett, vagy azokat észrevéve keressük a helyünket. Keressük a mi egyszerű, ügyetlen, suta, kétbalkezességünk mindennapi csodáit. Sokszor egy jó szót, egy telefonhívást, egy beszélgetést, hogy ne nagy dolgokra gondoljunk. Keressük-e a helyünket az üdvösség nagy művében, hogy az a hit, amit ajándékba kaptunk, az a tetteinkben bizonysággá is váljon.